Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, ez a Hetek Originals rendkívüli, és a vonalban Schiffer András. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az imént jelentette be a Fidesz frakció, hogy Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét jelöli a frakció köztársasági elnöknek. Hogy látja Ön, mi az üzenete ennek a jelölésnek? Most itt ugye nem csak a személy érdekes, hanem a viszonylagos gyorsasága a bejelentésnek. Engem leginkább az lepett meg, hogy nem húzták az időt hétfőig. Tegnapi hírek alapján én igazából erre számítottam. Nyilván a miniszterelnök egyrészt cselekvőképességet akar felmutatni egy krízishelyzetben, hiszen bármennyire ezt nem kommunikálja és kerüli az ilyen kifejezéseket a kormánypropaganda, de egy belpolitikai válsághelyzet alakult ki, másrészt Sulyok Tamás választásával mindenképpen egy biztonsági játékra törekszik a miniszterelnök, tehát egy olyan szemét választottak itt az életútja alapján, nem lehet olyan könnyedén Orbán Bábnak, Orbán Bérencnek, fideszesnek titulálni, másfelől Sulyok Tamás alkatilag nem egy konfrontatív személyiség, viszonylag ismeretlen, pártpolitikai rutinja tapasztalata nincsen. Tehát ez a kombó pontosan elég ahhoz, hogy ne tartson a miniszterelnök attól, hogy egy potenciális rivális, ráadásul egy relatíve idős ember Áder vagy Novák Katalin hivatalba lépési korához képest. Tehát egyfelől egyáltalán nem kell tartania, hogy Sulyok Tamás egy erősen konfrontatív, vagy egy potenciális ellenpólusa lehet a fideszes szcénában, a NER-ben a miniszterelnöknek. Kétségtelenül az egy vesztesség lesz, nem Orbán, az egész ország számára, hogy Sulyok Tamásnak olyan külpolitikai tapasztalata, ambíciója, ami az elődeinek volt, nincsen, tehát a kormány külpolitikai mozgásterét egyáltalán nem fogja tudni tágítani. Viszont miután nem lehet Sulyok Tamás csak úgy lefárt katonázni, mégiscsak egy alkotmánybírósági elnökről van szó, aki ha nem is Márlhoz, Sólyomhoz mérhetően, de egy jogtudományi autoritással is rendelkezik, tud egy olyan midzset fölmutatni a magyar rendszernek, hogy azért a köztársasági elnök egy erős jogállami autoritással rendelkező személy. Sulyoknak a szerepfelfogása, azt gondolom, hogy inkább fog, vagy legalábbis a figurája inkább hasonlít Márl vagy Sólyom figurájához, mint Novák Katalinéhoz. Amikor legutóbb beszéltünk egy héttel ezelőtt, és akkor szóba került a köztársasági elnök választás, és ő említette, hogy az egyik probléma az intézménnyel kapcsolatban, hogy sorra üresednek ki az elmúlt évtizedben a miniszterelnök ki hatalommal, a karmelitával szembeni lehetséges ellensúlyok, és említette, hogy az Alkotmánybíróság is egy ilyen módon, egyfajta módon kiüresedett. Mennyire tehető ezért, ha úgy tetszik, felelőssé Sulyok Tamás, vagy egyszerűen ez a politikai folyamatoknak az eredője? Nyilvánvalóan felelős Sulyok Tamás azért, ami minimum 2016 óta, mióta ő elnök történik, de hát ugye 14. szeptemberre óta bíró, és azért itt a tisztesség kedvéért meg kell, hogy említsem, hogy túl azon, hogy én képviselőként megszavaztam az ő alkotmánybíróvá választását 14. szeptemberében, a 16-os LMP Fidesz alkotmánybírósági alkuban magam is belementem abban, hogy bár nem Sulyok Tamás volt az első számú jelöltünk az elnöki pozícióra, hogy Sulyok Tamás legyen az alkotmánybíróság elnöke. Tehát van felelőssége abba, hogy súlytalanná válik az alkotmánybíróság, bár kétségkívül a fő felelősség az alkotmányozó hatalomé, amelyik a NER közjogi rendszerében lefokozta az alkotmánybíróságot a megelőző két évtizedhez képest. De ez fakad, minden pozitívuma és negatívuma a karakteréből fakad Sulyok Tamásnak. Egyfelől el lehet azt mondani, hogy az elmúlt években Sulyok Tamás egy heroikus, kiegyensúlyozó küzdelmet folytatott a kormány iránt, 100%-ban lojális bírák, és a még mindig tovább élő, vagy pislákoló sólyomi hagyományt követő alkotmánybírák között. a kiegyensúlyozó, konfliktuskereső karakteréből adódóan nagyon sokszor az Alkotmánybíróság a megsemmisítés helyett a mulasztás megállapítását választotta. Ez, mondom, a kiegyensúlyozás részben érdeme is a leendő elnöknek, annyiban pedig nyilvánvalóan felelőső is a súlyvesztésért, hogy a folytonos konfliktuskerülés miatt az Alkotmánybíróság egyre kevésbé állt bele olyan ügyekbe, amik hatalompolitikai szempontból igazán lényegesek. Azt mindenképpen a javára kell, vagy két dolga, rögtön eszembe jut Sulyok Tamás alkotmánybírói működéséből, amit a javára kell írni. Annak idején még korai alkotmánybíró időszakában a nemzeti parki földterületekkel kapcsolatos alkotmánybírósági döntésnek ő volt az előadó bírája, illetve amikor volt a Krausz-Szakály per utáni alkotmányjogi tanács, hogy ott nem lépett vissza a véleményszabadság ügyében az Alkotmánybíróság a sólyomi doktrinából, az nagy mértékben köszönhető Sulyok Tamás szavazatának, akkor adásul már ő volt a testület elnöke, és összességében azt is el kell mondani, hogy miközben asszisztált elnökként ahhoz, hogy úgymond az alkotmánybírósági döntések legyenek lekerekítve a kormányzat számára, másfelől Sulyokhoz előadó bíróként igazán olyan döntések nem tapadnak, amiért különösképpen szégyenkezni kellene. Nyilván nem látunk bele a választásnak a folyamatába, de mennyire lehet az ő jelölésében szerepe annak, hogy esetleg mások, akiknek a neve fölmerült a sajtóban, nem vállalták? Vagy ez egy egyszemélyi döntés, ahogy Kocsis Máté is utalt rá, a Fidesz elnökének javaslatát elfogadták? Alapvetően ez egyszemély döntés. A NER-ben, a Fideszben már 2003 óta minden személyi kérdés egyszemély döntés valójában. Egy-egy olyan figura van a fölmerült nevek közül, akik, hogyha kifejezetten ambicionálják, hogy államfők akarnak lenni, akkor lehet, hogy más döntés jön ma ki. A végén elsősorban a házelnök úrra gondolok, bár azt gondolom, hogy ő magának is egyébként egy dicséretes önreflexiója van, Kövér Lászlónak, hogy ezt különösebben nem ambicionálja azt, hogy ő testesítse meg a nemzet egységét, de az az igazság, hogy vélhetően azért Orbán Viktor is egy nagyon komoly költséghaszon számítást végzett magában az összes szóba jöhető jelölt kapcsán. Kövér László esetében nyilvánvaló a 100%-os személyi lojalitás egymás iránt Orbán és Kövér között már lassan 4 évtizede, de nyilvánvaló, hogy Kövér László elnöki emelésével különösebben sem külföldön, sem belföldön nem tud kapitalizálni, nyerni a Fidesz Orbán miniszterelnök, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően itt egy fő, a miniszterelnök, pártelnök személy döntéséről van szó, és ez nagyjából is azért hasonló volt a választás, amikor Áder választotta, ez egy kockázat minimalizáló játék a miniszterelnök részéről Sulyok Tamás megválasztása, vagy kijelölése. Hozzáteszem, hogy azért Sulyoknak van egy olyan talán kevéssé föltupírozott üzenete is elsősorban a jobboldali közönség számára, hogy a 45 utáni a szovjet megszállás alatti antikommunista ellenzék vezérfigurája Sulyok Dezső, az ő nagyapjának a testvére, Sulyok Dezső, akit a berendezkedő kommunista hatalom külföldre száműzött, és megakadályozta a 47-es választáson való indulását. Tehát, hogyha nagyon historizálni, romanticizálni akarjuk a történetet, akkor ezt Orbán Viktor úgy is kommunikálhatja, hogy tulajdonképpen ezzel most igazságot szolgáltat, helyreáll a világrendje. A frakcióvezető a bejelentéskor utalta arra, hogy még a elnökválasztásnak a pontos időpontját nem lehet meghatározni, mert nem tudni azt, hogy az ellenzék jelöle tud-e jelölni, akar-e jelölni Sulyok Tamással szemben alternatív köztársasági elnök jelöltet. Ugye itt elhangzott 3 név pártok részéről, a Mi Hazánk Csát Magdolna közgazdász, a Párbeszéd Kaltenbach Jenőt, jogtudóst, míg az LMP pedig Hack Péter egyetemi tanárt, volt országgyűlési képviselőt nevezte meg. Hogyan látja ön, bármelyikük válhat alternatív köztársasági elnök jelölti a parlamentben, vagy ez most innen kezdve egy egyszemélyes folyamat lesz? Teljesen felesleges is ezzel rabolnunk a nézők, hallgatók idejét, hiszen akár van 40 képviselő egy ellenzéki jelölt mögött, akár nincs, az eredmény első fordulóban borítékolható, a Fidesz-KDNP bő kétharmados többségen első fordulóban meg fogja választani Sulyok Tamást. Ehhez képest tökéletesen, nem csak közjogi, azt gondolom kommunikációs szempontból is tökéletesen lényegtelen, hogy van-e 40 jelölt egy köztársasági elnök jelölt mögött, vagy sem. Nyilvánvaló, hogyha van, akkor az ő neve fölkerül a szavazókártyára, ha nincs, akkor közjogi értelemben nincsen ellenjelöltje Sulyok Tamásnak. Tekintettel arra, hogy egy tiszta listás, arányos EP választás elébe nézünk, az ellenzéki pártok egymásnak is ellenfelei, az pedig, hogy a Mi Hazánk és a többi ellenzéki párt között kooperáció legyen, az eleve elképzelhetetlen. Én azt hiszem, hogy a három ellenzéki frakció teljesen racionálisan cselekszik, hogy önálló jelöltet nevez meg, és mind a három személy olyan, aki köztiszteletben álló személyiség. Kaltenbach Jenő maga is töltött már be több párti egyetértéssel független közjogi pozíciót, Hack Péter a rendszerváltásnak mégiscsak az egyik ikonja, miközben Csát Magdolnára a Fidesz-KDNP alig ha tudna erősebben érveket fölhozni. A Fidesz választásában esetleg olyan szempont szerepet játszhatott, hogy itt három megnevezett ellenzéki alternatívek közül ketten is jogtudósok, hogy akkor ez egy olyan mércét jelentett, amihez képest nekik is alkalmazkodni kellett? Én nem hiszem, hogy ezzel nagyon foglalkozott volna Orbán Viktor, mármint nem a jogtudósággal, mert azzal talán igen, hanem azzal, hogy a három kis létszámú ellenzéki frakció kit nevez meg így, hogy vélhetően nem is lesz meg a szükséges aláírás, hiszen azt talán nem felesleges jelezni, hogy egy képviselő egy jelöltet ajánlhat, többet nem. Az viszont legalábbis érdekes sor, mint hogy az új magyar demokráciában, a harmadik köztársaságban eddig kétszer volt nem jogász diplomával rendelkező államfője az országnak, Schmitt Pál és Novák Katalin mind a ketten idő előtt kénytelenek voltak lemondani tisztségükről. Schiffer András, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt egy ilyen gyors értékeléssel. További szép napot, viszonthallásra!